A Család a Társadalom Öröme címmel tartott előadást Bíró László püspök Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A téma aktuális, hiszen napjainkban egyre jobban megfigyelhető a hagyományos családmodell átalakulása. A hagyományos családmodell szerint a család a legkisebb társadalmi egység, anyából, apából és legalább egy gyermekből áll. A család szó az együtt élő felnőttek és gyerekek képét idézi. Bíró László ennek a modellnek a fontosságára hívta fel a figyelmet, sőt arra is kitért, hogy meghatározó alapja lehet ennek az egységnek a nagyszülők jelenléte is. Régen több generáció élt együtt, átöröklöttek a hagyományok, a szokások, manapság már ez is kiveszőben van. Mindenképpen a nemzedékek közötti kapcsolatnak az elvesztését hibáztatom. Tehát amit mondottam az előadásban is, hogy az nagyszülő az nem csak arra való, hogy gyerek megőrző legyen, meg hogy támogassa az ifjú fiatal házaspárt, az nagyon jó, hogy megteszi, hanem arra is, hogy tovább adja a családnak az emlékeit, hogy őrizze a család. Tehát a nemzeti tudat, a családi tudat, a vallási tudatotnak a továbbadása. Ebbe azért gyengék vagyunk, én azt gondolom. Tehát mi mindig nem látjuk eléggé, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek gyökereink. Vagy törekszünk rá, vagy nem lehet kitalálni. Szóval én mondom, a felszínen szépnek látok, sok szépet látok, csak azt szeretném, hogyha a nagyszülő nemzedék továbbadná azokat az értékeket, amelyeket az ő nagyszüleitől kapott. Én azt gondolom, hogy egy cseperedő gyerekkel, ha kimegyünk a temetőbe, elmegyünk az őseink sírjához, és beszélünk arról, hogy kinyusszik ezen sírhont alatt, az nagyon nagy ajándék. Nagyon nagy ajándék. Tehát sok-sok lehetőség van, amikor beszélhetünk a múltunkról, és én nagyon-nagyon, amit előadásban is hangsúlyoznám azt, hogy nem szabad, hogy elveszítsük a saját gyökereinket, mert ha elveszítjük, akkor a gyerek minden irányba befolyásolható, megvezethető lesz. És én ezt látom a veszélynek. Bíró László azt is hozzátette, hogy a mai fiatalok azért is vannak nehéz helyzetben, mert egyre kevesebb a hiteles, igazi értékeken alapuló családmodell, amiből példát meríthetnének. Nagyon nehéz a mintanélküli házasságok, hát rengeteg házasságot hallgathatok meg minden nap. Nagyon nehéz azoknak a házaspárnak, nincsen mintájuk. De azért számukra is az ott a lehetőség, hogy vannak házas csoportok, házas mozgalmak, ahol becsatlakozhatnak, és akkor egy következetes értékrend mentén tudnak élni, ha nyitottak e felé. Tehát én nagyon azt gondolom, van egy kis ilyen háborús példám, amit sokszor elmondtam életemben, a Piavénál történt, az monarchia serege legyőzte az olaszokat. Olaszok menekülésre voltak kényszerítve, és menekülés közben átvárták a Piavi gátját. És a monarchia seregének a parancsnoka fölismerte a helyzetet, és elordította magát. Napi parancs, fogjátok meg egymás kezét. Hogy a Piavi vize ömlött az átvágott gáton, de csak egy pár pillanatot lefolyt. Ha nem fogják egymás kezét, akkor egyenként mind elpusztul. És így ez a történet arról szól, hogy egyetlen katona se veszett el, mert fogták egymás kezét. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy akik mintanélkül, értékrend nélkül hányódtak gyerekkorukba, azok merjenek olyan csoportokhoz társulni, ahol van egy szilárd értékrend. És ők már nem egy értéktelenséget örökítenek tovább, hanem egy értékrendet. A mai világból hiányzik az egymás irányában történő kommunikáció. Jó indulattal, segítőkészséggel fordulni embertársaink felé, figyelni egymásra, segítőkezet nyújtani azoknak, akik erre rászorulnak. Ahogyan a család, ugye a személyesség őre a társadalomban, ne legyen elszemélytelenedett a társadalom,
ugyanígy a közösségek is az elszemélytelenedéstől szeretnek megóvni embereket, és az egész társadalom szenved a személytelenségtől. Tehát nem vesz észre senki. Ez egy nagy nyomorúságunk. Mind a kettő félnek tennie kell. Aki alkot ilyen értékrendet képviselő csoportokat, azoknak is, de azoknak is keresni kell, akik fölismerték már azt, hogy egy értékrend nélküli világot örököltek onnan hazulról, és tengenek jobbra-balra. Nem az ember a rossz, hanem semmi segítséget nem kapott az életbe. Ahhoz, hogy tudjon egy szilárd értékrend mellett dönteni. Bíró László zárószóként azt is hozzátette, ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat.